Koffein tartalmú élvezeti szerek A koffein tartalmú élvezeti szerek alapanyagai olyan koffein tartalmú növények, amelyek a központi idegrendszerre élinkítője hatnak, frissítenek, növelik a szervezet teljesítményét, az élvezeti szerek csoportjának legfontosabb tagjai a kávé és a tea, de a koffein tartalom miatt ide sorolhatók a kóladió és a maté tea is kávé. A kávét csak nem 80 országban termesztik. Legfőbb kávétermesztő területek. Brazília és Közép-Amerika országai. Kiemelkedő ugye Kolumbia, Afrikában ugye Kenya, Gána és az Elefántsontpart. Dél-Kelet-Ázsia és óceánai. A kávénövény örökzöld cserje vagy fa. Ennek cseresznyadságú érett tartalmazza a kávészemeket. A koffein idegméreg, de a naponta szokásos kávé mennyiség 2-3 dupla kedvező hatással van a teljesítményre. Javítja az agyvérellátását, csökkenti a fáradtságérzetet és segíti az emésztést. Egy csésze kávé a szervezetben mintegy 15 perc alatt szívódik fel. Tehát a kávé 15 perc alatt szívódik fel a szervezetünkben. Kávéfajtákat tudjuk csoportosítani. Ugye a leg, ugye az arab kávé, tehát kaffi arabika. Ezt láthatjuk is itt a képen, tehát arabika kávé. Ez a legaromásabb. Illetve van még a robusta kávé. Ez koffeinben nagyon gazdag, illetve van még a libériai kávé, tehát kaffi libertika, közepes élvezetű kávé, ma már kevésbé elterjedtek ezek a kávék. Tehát most az robusta kávé van, mint például, amit mi láthatunk itt a képen, illetve arabika. Ezek a legérteljettebb, Tehát az arabika kávé és a robusta kávé. A libertika kávét már nem nagyon. Kedvelik, és kevésbé elterjedt, mert közepes az élvezeti értékük. Ugye kereskedelmi csoportosítás, ugye a legjelentősebb kereskedelmi kávéfajták általában a termőhelyről, kikötőkről kapták a nevüket. A fajták összeke, össze, összekeverése adja a hazai kereskedelemben ismert kávékat. Tehát ezeket a fajtákat általában keverni is szokták. Ilyen a Santos, Rio, Narino, Kaucsa, Huila, Medellin, Manzieres. A keverési arányokat titokként őrzik, tehát nem nyilvánosak. És azt én sem fogom elmondani, mert nem szabad. Tehát különleges kávéfajták. Ugye maragyó, maragógype és gyöngykávé. A koffeimentes kávék valódi kávéból készülnek, ugye koffein kioldásával. Kávé kivonatok kávéból, illetve kávébabból, pót főzött, majd a kávéital szárításával, porításával előállított általában pillanatoldódó termékek. Ilyen a Nescafé porítással előállított forró vízben pillanatszerűen oldódó kávé kivonat. Tehát ezek a kávé ezek a por alakú kávék, mert vannak ilyen. Pótkávéból főzött termékek is. Tehát kávéitalt tart, ugye szárítják, majd porítják, és ugye ilyen például a Nescafé, porított kávé. Ugye forró vízben csak feloldjuk őket, és már lehet is fogyasztani. Ugye ez 49% valódi kávéból készül, ez a fajta és 51% pótkávéból. Tehát 49% a valódi kávé ezeknek a portkávéknak, és 51% a pótkávé. A porítás során alkalmazott hő hatására íz és illatanyagok távoznak el, ezért a Nescaféból az eredeti kávénál gyengébb aromájú ital készíthető. A pótkávék Alapanyaga azoknak a pörkölt növényeknek az őrleménye, amelyek íze hasonlít a valódi kávéhoz. Kávékeverékek a valódi és a pót kávéké őrlés után készített keverékből állnak. A keverés aránya leggyakrabban ugye 50-50 százalék. -50%. Tehát 50 százalék valódi kávé és 50 százalék pót kávé. Úgyhogy a kávékor ennyit tudtam mondani, úgyhogy menjünk át a teákra. Ugye a legelterjedtebb teatermesztő országok, ugye India, Kína, Sri Lanka, Kenya, Törökország és Indonézia. Tehát India, Kína, Sri Lanka, Kenya, Törökország és Indonézia. Ezek a kávétermesztő, te, kávétermesztő illetve bocsánat, nem kávé, hanem teatermesztő országok elnézést a hibáért. A tea cserje vagy tea fasodrot, megszárított leveléből készülnek a teák. A tea minőségét a szüret ideje. A tea levelek növényen való elhelyezkedésével, ugye a származási hely és a feldolgozás technológiája határozza meg. A tea koffein tartalma magasabb a kávéjénál. Azon kívül más serkentő és a vese kiválasztását befolyásoló hatóanyagokat is tartalmaz. Mivel igen nagy higításban fogyasztjuk, és más a szervezetben a felszívódás időtartama is, kevésbé izgató hatású, mint a kávé. Lassabban, de ugyanakkor tartósabban fejti ki élénkítő hatását. Tehát a te a lassan fejti ki a hatását, de viszont tartós. A kávé gyorsan fejti ki a hatását, de viszont kevésbé tartós. A te a növény feldolgozása szerint megkülönböztethetünk fehér, vörös, sárga, zöld, fekete és barna teát. Tehát fehér, vörös, sárga, zöld, fekete és barna. A te a növény bimbóiból készülnek a fehér teák, hazánkban a legnagyobb mennyiségben fekete teát fogyasztanak, kisebb részben zöld teát. A fekete a készítésekor a te a leveleket fonnyasztják, sodorják, erjesztik, majd szárítják. Az erjedés tehát fermentálás, következtében a tea sötétebb színű és aromásabb lesz. A zöld tea főleg Kínában és Japánban kedvelt. Úgy nyerik ki, hogy a tea leveleket fonnyasztják, gőzölik, hogy az enzimek elpusztuljanak, majd sodorják és szárítják. Így a feldolgozás után is zöld színű marad a tea levél. Táplálkozástani szempontból a zöld tea egészségesebbnek mondható. A sárga teák, a félig erjesztette ák. Sajátos hazánkban még kevésbé ismert a matétea, főként a dél-amerikai kontinensen kedveltek. Hatóanyaga a koffein, a teofilin és a teobromin származékok és a tannin. Biológiai hatása sokrétű. Ugye csökkenti az éjségérzetet, segíti a zsírégetést, javítja hangulatot és a koncentrációs készséget csökkenti a gondterheltség érzetét, megelőzi a mentális kimerülést. Teapótlók A teapótlók koffein nem tartalmaznak, a növényi teakészítmények póttáknak a teához semmi köze nincs. Csupán a főzet eredményezte a megnevezésüket. Tehát a növényi teakészítményeknek, tehát a pótteáknak a teához nincs semmi köze? Ilyenek a gyümölcsteák, amelyek aszalt szárított gyümölcsből, szín és aromaanyagokhoz, illetve ar aromaanyagok hozzáadásával készül. Vannak még virágteák is, amelyek szárított virágból, tehát hibiszkusz, bodza, akász, hárs, illetve jázminból készülnek. Szín és ar aromaanyagok hozzáadásával. Az illatistot és ízesített teák, amelyek többségükben mesterséges illat és íz anyagokkal készülnek. Van még Rubius amit láthatunk itt a képen is, ami a vörös fogföldi rekettje hajtásaiból készül. Két fő típusa az ismertebb, a vörös roibusz és a kevésbé ismert a zöld roibusz. A fő különbség a fermentációban van a fermentáció az nem más, mint az erjedés egyébként, tehát lényegében közelebb áll a gyógy A növényt a Khoisan már évszázadok óta használja frissítő és gyógyhatása miatt üdítő italként, illetve színező anyag előállítására. Mivel koffein nem tartalmaz, gyerekeknek is bátran adható a rojbosztea. Tehát, hogyha valaki esetleg a boltban mi ugye eladóként dolgozunk, és mondjuk valaki megkérdezi, hogy a gyerekének szeretne te átadni hogy mit ajánlunk neki, akkor ezt a rojbosz tehát nyugodtan adhatjuk gyerekeknek is, tehát ezt ajánlhatjuk neki. Na de haladjunk is tovább, és nézzük meg a gyógyteákat. Tehát a gyógyteák, amelyek szárított növényekből főztek, ugye? Napjainkban egyre népszerűbbek ezek a gyógyteák. Nézzük is meg a minőség meghatározó tényezőit. A kávénak és a teának. Tehát a jó kávé és jó tea minőségét jelző tulajdonságok. Tehát épp, tetszetős, az áru jellegét és betartalmi értékét kifejező csomagolás. Az adott árunak megfelelő illat, aroma jellemző íz. A forgalomból kizáró áruhiba a sérült csomagolás és az idegen szag és az idegen íz. A koffien tartalmi élvezeti szerek bolti kezelése. A kávék és a teák tárolására lett ugye a fénytől védett raktár. Csomagolás ugye a kávénál a kasírozott, alumíniummal kombinált, vákum vagy szelepes csomagolást alkalmazzák, Szálas teo esetében fémdoboz vagy kasírozott fólia leggyakoribb. Filteres tea csomagolásán tiszaú papírba vagy nejlő anyagból készült túltasakba történik. A kávék legkedvezőbb és a teák legkedvezőbb relatív páratartalma ugyan 60 és a 70%-os páratartalom. Az ideális hőmérséklet 3 és 20 Celsius fok között van a teáknál. És nagyjából a kávékról és a teákról, mint koffein tartalmú anyagokról, ennyi lett volna ez a kis rövid videó, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást!